Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt az Improvokál Társulat mai előadásán. Tök jó, hogy ilyen szép számmal itt vagytok, és ezért jutalmazzátok meg magatokat egy nagy tapssal! Gyerünk! Kintapsoljatok ki! Hát nem, ott. Az én nevem Hosszú Norbert, és a mai előadásnak én leszek majd a játékmestere, illetve a vendégünk beszélgető partnere, bár én nem igazán fogok beszélni, hanem csak ő, lehet, hogy egy-két kérdést felteszek majd, valamint a jeleneteket fogom indítani, illetve zárni. Kérdésem az lenne, hogy ki az, aki még soha nem látott Improvokál előadást soha életében, tegye fel a kezét. Jó, magasra. Oké, hát akkor nekik egy kiemelt, hatalmas egy tapsot szeretnék kérni. Jó. Elmondanám, hogy hogy is néz ki ez a forma, amit a mai este, illetve nap folyamán játszani fogunk nektek. Ez az interjú forma, ami úgy néz ki, hogy van egy beszélgető partner, vele beszélgetünk, most adott esetben kb. 4 témakört fogunk majd érinteni, és lényeg, hogy minden téma után a társulat a hallottak alapján fog majd jeleneteket játszani a színpadon. Nagyon-nagyon fontos az, hogy nem azt fogják eljátszani, amit hallanak, hanem abból fognak majd inspirálódni. Jó, ez nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy elég lazán fogják ezeket a dolgokat kezelni majd. Az fontos, hogy lehet, hogy a jelenetek kapcsolódnak majd, lehet, hogy viccesek lesznek, lehet, hogy totál nem lesznek viccesek, lehet, hogy komolyak lesznek, nem tudjuk, minden itt fog majd kialakulni, és hát nyilvánvalóan igyekszünk majd minél inkább reflektálni a hallottakra, de nem fogjuk azt eljátszani, ami elhangzik, csak inspirálódunk. Oké. Sok a duma, úgy érzem, szóval szeretném beszólítani a társulat jelenlévő tagjait, és egy nagy tapssal fogadjátok őket nagy szeretettel! Gyerünk! Jó? Igen, becsukom majd annyit csak. Kint elmondtam, srácok, az ajtót mindenképpen csukjátok be, mert bevilágít minden fény. Oké, Norbi, be fogjuk csukni. Oké. Ezt nekünk hoztad, te keves különöm. Egy üveg bort is kapunk, mi nem csináltunk semmit. Köszönjük szépen. De ezért nem csuktam be, látom. Ja, de elmondtad, nagyon ügyes vagy. Nagy tapsot a Gerinek, hogy egy utóra érkezünk. Jó? Oké. Isten igazából ez a jelenetekhez kell, majd a két poharat is kell majd szereznünk hozzá. Na, lényeg a következő, hogy aki esetleg járt már előadáson, az tudhatja, hogy mindig szeretjük kicsit bemelegíteni a közönséget. Természetesen nem kell megijednetek, annyi lesz a lényeg, hogy találj magadnak egy párt. Jobbodon, a balodon, előtted vagy mögötted, és tudj belenézni a kis szemecskéjébe. Jó? Oké, ha nem ismered az illetőt, akkor mutatkozz be neki. Ha ismered, akkor adj neki egy puszit, öleld meg, vagy bármi egyéb, jó? Egészen nyugodtan. Jó? Figyelem! És akkor arra kérnélek titeket, hogy mai nap folyamán nyilván Pécs lesz majd a középpontban, illetve hát a mai interjúnak gyakorlatilag Pécs története, történelme lesz majd a középpontban. Oké? És ennek kapcsán fél-fél percetek lesz majd egy kicsit beszélni, mesélni, és fontos, hogy döntsétek, hogy ki fog kezdeni, kőpapíróló vagy udvariasság alapján, tök mindegy. És arra lennék kíváncsi, hogy Pécsen, hogyha most gyorsan végig gondolod, mi a kedvenc helyed. Mármint nem úgy, hogy kocsma vagy ilyesmi, hanem lehet nyilván az is. Jó, szóval mi a kedvenc helyed, legyen ez a Havihegy, vagy Uránváros kispiac, vagy bármi egyéb. Jó, mondd el az illetőnek, hogy mi a kedvenc helyed, és indokold meg, hogy miért, jó? Ott tetted a legjobb hurkát életedbe, vagy oda mentél az első randidra a szerelmed, de bármi ilyesmi, jó? Oké? Nincs megkötés, jó? És akkor figyelem, nézzetek egymás szemébe, döntsétek el, hogy ki fog kezdeni. Adok még egy pici időt, hogy végig gondoljátok. Figyelem, és akkor óra indul! Várjál, amikor mész Uránváros fel, és egyáltalán lesz. Jó! Oké, figyelem!
Aki eddig hallgatott, most akkor ő mesélje, jó? Ha kész, akkor még egy kicsit bontsátok ki, jó? Oké, figyelj, jön a másik fél. 3, 2, 1, start! Vagy ha az amúgy, tehát én nem kikerülni. Sok olyan szeretek, hogy arra nem jöttek kétszer. Aztán azután gondolom, hogy az amúgy, hogy nem tudom, hogy végig a súly, kevesi mondjuk, vagy végig az egyetemű. Meg a kivel volt, a fölgény is. Jó! Oké, oké. Jó, remélem, hogy tudtatok meg olyan dolgokat, amire nem is számítottatok. Fontos az, ott látok egy összenézést biztosan. Oké, nagyon fontos az, hogyha maradt még benned bármilyen info, történet és egyebek, tudom, hogy fél perc nem sok mindenre elég, ezt majd a szünetben, mert hogy két felvonásos lesz majd az előadás, vagy az előadás után ezt fejezzétek be, és nyugodtan meséljetek majd a partnerednek. Oké. Megyünk tovább, most ez egy kicsit improsabb játék lesz majd, hát nyilvánvalóan az improsoknak az agytekervényeit is be kell melegíteni, de a tiéteket is. Van olyan előadásunk, ami nagyon interaktív, a mai az kevésbé lesz az, de nagyon-nagyon fontos. A beszélgető partneremhez, hogyha valakiben felmerül majd egy kérdés, akkor nyugodtan kiabálja majd be, ez egy tök szabad műfaj, nincsenek megkötések, jó? De senkire nem fog rászólni, hogy hé, haver, csönd már, jó? De semmi ilyesmi nem lesz, jó? Na, figyelem, figyelem, két ember szeretnék kérni egy egyszavas történethez. Ó, két úriember, jó. Oké, egyszavas történet, bemutatják, hogy mire is gondolunk, és akkor utána ezt nektek... hasonlóképpen kell majd kivitelezni. Egy szavas történet, biztató tapsot szeretnék kérni. Jó? Oké, Bálint kezdi! Egy személygépjármű hajtott el a szigeti úton. Ez a jármű 300 al repesztett el előttem. Soha, de soha nem láttam! Jó, oké. Lényeg, ebben a játékban sokat hibázunk, hibázni hogy érdemes, jó természettel, szóval nevessetek, annyi a lényeg, hogy egyszavas történet, és hát mondanám, hogy inspirálódjatok ebből, de nem biztos, jó? Egyszavas történet, a, az és egyebek is egy szónak számít. Jó? Fordulj ismét a partnered felé, vagy ha úgy érzed, hogy meguntad, akkor keresd egy másik partner. Jó? Oké? Figyelem, döntsétek el, hogy ki fog kezdeni. És akkor figyelj, vissza fogok számolni, figyelj! 3, 2, 1, impro! Kilométer órában. Repesztett. El. Előttem. Egy. Bugatti. Nagyon. Dobláltam. Nagyon. Figyeltél. Megírtam, hogy elgázolod. Szerencsére nem tette. Megfigyeltem, hogy mi a rendszáma, és feljelentést tettem a rendőrségnek. Ez meg először mi? Szlováknak. Féle. Aztán csoda. Kiderítették, hogy... Elmentem a törös találkozó helyre, ahol a kebabos dolgozott. Júdás! Megkérdeztem a tényleg. Kebabos! Boruk! Ismersze? Nagyon szép, nagyon drága. Figyelj, lassan zárjátok le a történetet, és ha tudjátok. Aki hagyja. Felezzem! Figyelj! És... vége! Jó? Köszönöm meg a partnerednek ezt a csodás sztorit! Ja, köszönöm! Jó volt, jó. Még nagyon jó volt. Szuper jó volt. Jó? Oké, figyelem, figyelem, bemelegítés utolsó része következik, és utána tényleg belecsapunk már a lecsóba. Akinek a kezébe bármi van, azt egy másodpercre, vagy inkább ötre kérem szépen, hogy tegye lenne, hogy kiburítsa a tartalmát. És arra kérlek titeket, hogy vegyünk fel egy ilyen csodálatos kis pozíciót.
Nektek nem kell terpeszteni, csak mi így állva csináljuk, jó? De az a lényeg, hogy rezegjenek az ujjacskák, úgyhogy ne borzold össze az előtted lévőnek a csodás hajkoronáját. Jó, figyelj, és lényeg a következő, hetet fogunk föntapsolni, hetet a combunkon, hármat fönn, hármat len, egyet fönn, egyet len, és utána pedig mi felugrunk nektek, nem kell, azt mondjuk, hogy impro, oké? Na, figyelem, gyerünk, 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 mosolyogjatok, tök szép napunk van, figyelem, figyelem, figyelem. Oké! Nos, hölgyek és urak, kérlek titeket, hogy foglaljatok helyet, egyszer foglaljatok helyet. És akkor a következőkben, ugye az esemény leírásban láthattátok, hogy interjú Pécs Special Edition lesz a mai napon. De nagyon fontos, hogy hát nyilvánvalóan ezt nem tudjuk csak úgy mi megvalósítani, hanem kellett egy olyan alany, aki gyakorlatilag Kenny vágja Pécs történelmét, illetve történeteit. És hát ennek kapcsán egy olyan gyakorlatilag lokálpatrióta, polihisztor barátunkat hívtuk meg, aki szlemmel, idegen vezet, zenél és egyébként meg jogász. Szóval Kövinek egy hatalmas nagy tapsot szeretnék kérni, remélem, hogy még több dolgot is tudtam volna mondani, gyere Kövi, gyere, gyere bátra, tartson ki a taps! Egyébként a legizmosabb slammer, de ezt már sokszor elmondtuk Magyarországon. Jó, oké, zsokő. Így van, így van. Mondhatnám magamat is, de én a legizmosabb imprós vagyok. Jó, igen, bocsánat. Már nem sokáig. Jó, oké. Szóval a lényeg a következő, hogy Kövivel fogunk ma beszélgetni, és gyakorlatilag négy téma lesz majd. Erről így még nem spoilereznék. Fontos tényleg, hogy ha van kérdésetek, akkor nyugodtan majd jelezzetek, vagy integessetek. E-mailbe, vagy írjátok bele majd a vendégkönyvünkbe, vagy bármi. Tehát Kövivel fogok majd beszélgetni, és hát nagyon fontos, hogy te már jártál nálunk, tudod, hogy nálunk mitől döglik a légy. És hát akkor én azt javaslom, hogy akkor csapjunk bele. Kövi, foglalj helyet, itt ezt a kiváló, nagyon kényelmes, rugózású fotelszéket állítottuk be neked. És akkor a következőkben... Jó, elférsz, oké, rendben. Na, lényeg a következő, hogy a társulatot egy kicsit ráhangoljuk a beszélgetésre, ezért a Balgár Kalaszkában nevű játékot fogjuk játszani, ami úgy néz ki, hogy fogok kérni majd tőletek kettő darab betűt, ezekkel a betűkkel pedig a társulat majd címeket fog összerakni, és hogyha azok a címek nagyon jók, akkor azt mondom, hogy mesélj róla, ha pedig annyira jók, hogy titeket is megvesz ez a dolog, akkor bele fogunk kukkantani. Ez egyfajta ráhangolódás, jó? Szóval, gyertek, álljatok, felsorakozzatok fel, és akkor szeretnék kérni kettő darab betűt a kedves közönségtől. CK, jó. C-vel és K-val szeretnék kérni akkor címeket, és akkor én pedig oda megyek a kis helyszínemre, jó? Oké? Jó, oké. Biztató tapsot szeretnék kérni. Nos, és akkor számoljunk vissza, ezt az újaknak mondom, ez úgy fog kinézni, hogy 3, 2, 1, és azt mondjuk, hogy impro, ezt együtt mondjuk, jó? Na figyelem, 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 jó hangosan, figyelj! 3, 2, 1, Cicák között! Mesélj róla! Ez egy ilyen túlélő dokumentumfilm, ahol ez ilyen nagyon durván túlélek a jéghátán is, meg a városban étel nélkül. Ez az ember bemegy egy ilyen macska alomba, csomó cicák közé, és úgy adja elő, mintha ez lenne a világ legdurvább dolga. Tovább! Centrum Kínában. Oké, mi az? Ez egy kínai feldolgozás a Balcsi-Zsirinszki úton történt eseménynek a Centrum parkolónál, a héten, amikor hát tudjuk, ugye? Pécs aktuál. Mindenki tudja? Igen. Jó, akarjuk megnézni? Igen. Jó, kukkantjunk bele! Cézár koronája. Miről szól? Ez a hidegháború alatt játszódó Indiana Jones olasz verzió, ami egy ilyen spagetti western stílóban keresi meg Cézár koronáját, ami elvileg a Kolosseum alatti kazamatákban van.
Jó, nézzük meg. Gondolom, ez horhű, meg minden. Szergej! Olasz! Érted, amit beszélek? Igen! Azonnal le kell menned a kazamaták alá, Digó! Megyek is! Tovább! Cikkek és karmok. Ez a pécsi műkörvös közösségnek a lejárató kampány videói, amit a helyi pécsi eseményekről írnak meg és posztolnak ki az internetre. Oké, kukacsunk bele! A kertvárosi géllakkozás egyszerűen tragikus, jelentette olvasónk. Ne beszéljünk a gél minőségéről, ami 63%-ban tartalmaz csak glicerint, hogy ezt mondjam. Szétégette öreganyám körmeit. Tragikus baleset a belvárosban. Tovább! Cetric, Kanadában. Miről szól? Egy szerelmes film. Olyan, mint a szerelmünk lapja, csak ezek egy elveszett szertek, amit valakit érzed, hogy elvesztek. És Kanadában keresi őket a hölgy, akinek ezt címezték. Jó. Kukacsuk bele! Ha megtalálod ezt, fordulj balra. A másik balra. Tovább! Cementes kokain. Oké, miről szól? Ez egy maffia film, ahol véletlenül, tehát hogy betonba próbálták beletenni, csak sajnos balúsült el, ezért minden kokain betonos lett. Akarjuk ezt kibogózni? Yeah. Jó, nézzük! Pedro! Főnök! Ez hogy a felébe emeljük akkor most föl? Hát egy kiló könnyebb megszámolni, főnök, és akkor kicsit nehezebb lesz összetörni, meg aprítani, de nem baj. De hogy visszük át a határon? Hát azt mondjuk, hogy betonkeverőben, főnök. Főnök, ez működni fog, nézze, ez az új... Tudja, Breaking Bad, ez Breaking Tégla, ez ugyanaz. Cenzúrázott kelet. Kire szól? Ez a pécsi centrumparkolós eseményeket feldolgozó kínai filmnek a cenzúrázott változat, amit a magyar köztelevízióban is leadtak. Oké, jó, ezt mindenképpen nézzük meg. Hey, gyere ide, kedveském! Hozzad az ásom! Jövök azonnal! A magyar mezőgazdaság a legnagyobb babérokra tör. A humusz rétege földünknek 73%. Nézzük csak meg azzal az ásóval! Hála a legújabb bicska támogatási programnak! Most már magamnál is hordhatok kést a különböző futballrendezvényeken. Összét is megéri támogatni a Magyar Lapát Készítők Szövetségét? Ha igennel szavaz, tárcsázza a 0630 666 667-es számot. Milyen szép dízeles autó! Hozom azt is! Cudar kilátások! Miről szól? Hát ez egy háborús dráma film, ahol kettő katona beszorul egy lövészárokba, és jön a szőnyegbombázó, de nem tudnak kimenni. Ezt akarjuk megnézni? Igen! Én biztos, hogy rossz lesz a film. Jó, nézzük meg! George. Michael. Ez a háború maga volt a pokol, de örültem, hogy te itt voltál velem. Michael, úgy örülök, hogy veled lehetek itt. Kingsley amúgy is egy seggfej volt. George. Igen. Michael. Cédrusok. Kecskeméten. Ez egy csontvári festmény varázslatos útja Kecskemétre. És ennek egy szappanoperaszerű feldolgozása. Kukancsunk bele gyorsan! Pedro! Hogy fogjuk ezt átvinni a határon?
Hát feltekerve főnök, hát most minek szórakozni? Jó, tovább! Céges kamion. Ez egy magyar falufejlesztési közösségnek a TUSZ drámája, amiben a céges kamion különböző élettörténetét és napjait lát. Gyorsan kuklatsuk meg! Ne most, lányom, vezetek! Jó! Jó, szeretnék egy tapsot kérni! Oké, ez volt a bemelegítés része, és akkor most én ilyen mikrofonosba váltok, de majd jelezzetek, hogy ez így mennyire kell, vagy mennyire sem. Egy, egy, oké, jó, megy. Na, hát akkor Kövi felé fogok fordulni, te pedig majd nyugodtan arra is majd fordulj ki és egyebek. Szóval, így a beszélgetés megkezdvén, még mielőtt belevágnánk így a Pécs történetébe, engem tök érdekelne, hogy te itt születtél, idevalósi vagy, mesélj erről így a kedves közönségnek, illetve hogy hogy fertőzött meg téged mondjuk így a városnak a történelme, vagy hogy indultál el ezen az úton? Hogy most így itt ülsz velünk. Biztató taps nyilván! Ja, köszönöm, köszönöm. Figyelj, én első generációs pécsi vagyok, tehát a szüleim, ők máshol születtek, és itt találtak munkát, úgyhogy én vagyok az első generáció a családban, aki Pécsre született. Nagyon érdekes, amit kérdezel, hogy hogy alakult ez ki. Nekem úgy általában a történelem felé az érdeklődésem már egy általános iskolától erős volt, és hogy az idegenvezetés az hogy jött, szerintem az egyfelől véletlenszerűen jött nekem. Tehát éppen azt elmondtad, hogy nekem az eredeti szakmám, vagy legalábbis az első papírom az egy jogász papír, de azzal nem nagyon tudok identitásomban azonosulni. A pécsiség az mindig viszont fontos eleme volt az én identitásomnak, és akkor ilyen, nem tudom, ilyen karrierválságban voltam talán, és gyeden voltam éppen a kisfiammal, és toltam a biciklit itt a Király utcán, és jött szembe egy régi ismerősöm, aki egyébként szintén jogászként végzett, de szerintem egy percet sem dolgozott úgy, és mondja nekem, hogy ő már évek óta idegenvezetéssel foglalkozik, és hogy kellene ember. Tudta, hogy jól tudok angolul, mert együtt voltunk Amerikában még 2001-ben nyáron egy vidámparkban dolgozni, és akkor így elgondolkoztam rajta, hogy végül is én nekem ehhez tökre van kedvem. Ugye akkor a Slam Poetry-t már szerintem egy ilyen 5-6 éve csináltam, tehát ilyen színpadi tapasztalatom, vagy egyáltalán előadói tapasztalatom az, hogy embereknek beszélni kell valamiről, az már megvolt. A várost azt mindig nagyon szerettem, mindig nagyon sokat jelentett nekem, és ugye sok időt töltöttem külföldön, de mindig valahogy azokat mindig ilyen átmenetinek éreztem, és vagy nem volt olyan elképzelésem, hogy én ne Pécsen élném le az életemet, tehát mindig bárhol is voltam, mindig tudtam, hogy akkor ez a bázis, és ide vissza kell térni, és minden más átmeneti, és akkor ez így összeállt, tehát elkezdtem gondolkozni, foglalkozni ezzel, megcsináltam az idegenvezetői tanfolyamot, elkezdtem csoportokat vezetni, és akkor, hogy elérkezzünk ide a mába, hogy, tehát nyilván ahhoz kell egy alapfelkészültség, aminél így azt vettem észre, hogy minél több forráshoz fértem hozzá, hogy engem itt tulajdonképpen minden érdekel, és akkor elkezdtem egyre jobban minden témába beleásni magamat, és ugye nem ezeket a szokásos ilyen útikönyveket bújtam meg, ezeket az ilyen összefoglaló kiadványokat, hanem akkor elkezdtem történészeknek, meg régészeknek a könyveit összevadászni, meg tanulmányait, ilyen nagyon sok forrást, és akkor elkezdtem így egészen mélységében belemenni a városnak a történetébe, és aztán jött 2020, ugye a Covid, amikor még úgy nézett ki az év elején, hogy tele leszünk melóval, mert nagyon sok külföldi csoport jön, meg hajók, meg minden kutya füle. Ugye nagyon sok ilyen munka van, amit nem is látnak egyébként a pécsiek, csak az, hogy páran ilyen színes táblával mennek egy kört a Széchenyi térig, azt utána hajtják az amerikaiakat kifelé, a busz felé. Ilyenből nagyon sok volt, és akkor, mikor lenullázódott 2020-ra a turista csoportok száma, akkor nekem már sok ilyen olvasmányomból álltak össze
ötleteim, hogy hogyan lehetne tematikus sétákat csinálni, kicsit máshogy, mint ahogy az egyébként a városban megszokott, mert vannak a városban tematikus séták, tök érdekes, meg jó témák is vannak, de amit én azokból hiányoltam, hogy nem éreztem azt, hogy abban olyan nagyon sok élet lenne, vagy nem, tehát hogy éreztem mögötte mindig a tárgyi tudást, csak annak az átadását nem éreztem eléggé korszerűnek, és azt gondoltam, hogy akkor ez sokkal jobb lenne úgy, hogy valamilyen teátrális alapokon megközelíteni, úgy, hogy szórakoztató legyen, és nekem amúgy is az életemben nagyon fontos a humor, és akkor megpróbáltam az egészet egy teljesen olyan megközelítéssel, hogy különböző történelmi korokat valamilyen módon, azért ilyen meglepő hasonlatokkal párhuzamba állítani a mai élettel, illetve elképzelhetővé tenni a ma embere számára, és akkor azt, és találtam ugye a popkultúrában nagyon sok párhuzamot, mint például ugye a Trónok harca, tehát ahogy az egyik ilyen első sétám a Trónok harca Pécsett, ami középkori történetekkel foglalkozik, mert ahogy vizsgáltam itt a várost érintő mindenféle középkori történeteket, akkor azt vettem észre, hogy hát ez olyan, hogy akár benne lehetne abban a sorozatban is. Úgyhogy így jutottunk el szerintem a mába. Igen? És mivel készültél a mai napra? Talán azt elárulhatom, hogy 4 témakör. Ja. Igen. Na, akkor figyelj, szerintem elmondom, hogy mivel készültünk, mert megbeszéltük. Tehát a lényeg az, hogy az én hitvallásom a várossal kapcsolatban, hogy itt ez a hely, ahol mi élünk, és itt most nem feltétlenül a város, mint közigazgatási egység, hanem ez a hely. Ez nagyon alkalmas az életre, és ugye lassan 2000 éve van itt már település kisebb-nagyobb megszakításokkal, aminek a történetében láthatóak ugye nagyon-nagyon nyomasztó pillanatok, amikor igen nehéz az élet minden szempontból, amikor háborúk, járványok, mindenféle csapások, a politikai elhelyezkedés, ilyesmi sújtják a várost, és mondjuk akár szinte el is néptelenedik, vagy talán nem is szinte, de az élet ide mindig visszatér, és akkor elkezdődik egy fejlődés, egy virágzás, és történnek itt jelentős dolgok, tehát hogy ez a közel 2000 év, ez egy ilyen hullámzó, de az élet, tehát a visszatérés az állandó. Tehát az a lényeg, hogy az élet itt mindig utat talál magának, tehát azok a körülmények, amik között mi itt élünk, a mecseknek itt a déli lankáin, ezek a klimatikus adottságok, domborzati adottságok, földrajzi elhelyezkedés, ez egy kedvező helyzetet tud teremteni. És akkor ez rajtunk, vagy hát most éppen rajtunk, de mindig a város lakókon múlik, hogy mit hoznak ki ebből. És azt beszéltük meg a Norbival, hogy úgy fogjuk ezt fölfűzni, hogy 4 helyzetet mesélek el, 4 történelmi helyzetet, ami 2, ami az én megítélésem szerint egy ilyen nagyon virágzó korszak, és 2, ami meg egy nagyon sötét és nyomasztó. Azért, hogy ugye bizonyítsam azt, amit itt az elején elmondok, hogy mennyire alkalmas. Jó? És jó, akkor kezdjük is az elsővel? Na, nagyon jó, kezdjük az elsővel, ami, hát értitek, most ez lehet egyébként picit szubjektív is, de majd próbálom. Na, szóval, hogy az én elképzelésem, ugye ezt a várost kik alapították, kérdezem itt a közönséget, a rómaiak, nagyon szépen köszönöm. Egyébként köszönöm, és láttam is, hogy jöttetek, örültem, mert hogy a rómaiakról fogok beszélni, és akkor valami hülyeséget mondok, akkor esetleg majd ki is lehet javítani, de tudom, hogy nem fogtok. Na, a lényeg az ugye, hogy hogyan képzeljük el? Hát nyilván ez a római időszak. Na, tehát ez az időszak, amikor megalapították körülbelül az első század végén a rómaiak a várost, ez... Hát úgy 430-as évekig tart. Tehát a rómaiak itt települést alapítottak, ugye, mert itt volt nem messze a Limes, az volt a határa a római birodalomnak, ez ugye a Duna egy ilyen természetes határ volt, és itt alapítottak egy várost közel, és ennek a hunok vetettek véget körülbelül 430-ban. És ez a, hát ilyen 300-valahány év, ez 4 különböző szakaszra osztható. Először legelőször, amikor várost alapítottak, akkor egy ilyen kicsit falusias,
ilyen nem túl gazdag, nem túl fejlett települést kell elképzelnünk, amit aztán követ egy fejlődés, aminek, és mindig, amikor vannak ilyen törésvonalak, tehát körülbelül az első századtól a harmadik század végéig, tehát egy 100 évig nem jó az élet, utána akkor elkezd jönni egy fejlődés, és akkor jön mindig egy háború, ez a kvád markoman háború, akik bejönnek, ezért szétpusztítják kicsit a várost, és aztán elkezd újrafejlődni a város, és körülbelül egy ilyen, hát szerintem a 300-as éveknek a közepétől úgy 430-ig egy ilyen elég jó időszak van, amikor is, ugye ez annak köszönhető, hogy na ezt vigyétek színre, közigazgatási reformoknak köszönhetően a városból ugye egy provinciának a polgári központja lesz, tehát hogy az a lényeg, hogy itt közintézmények is helyet kapnak, tehát ahol például a nagyposta van, ott volt egy ilyen úgynevezett prézeszi palota, volt a prézesz, ugye az volt a polgári kormányzója ennek a Valéria nevű provinciának, illetőleg hát úgy képzel, ott, na, szóval, hogy a város központ az nem ott volt ugye, ahol most, nem a mostani Széchenyi tér, mert az temető volt, hanem a római város központot, azt ott képzeljük el, a Jókai utcának és a Rákóczi útnak a metszés pontjában, tehát ott a nagy posta alatt, törvényszék parkolója, OTP, ez egyébként egy ilyen síkabb is, onnan például a törvényszék parkolójából előkerült egy, most régészetből mesélek, előkerült egy úgynevezett pogány bazilika, ami ugye nem egy szakrális célra használt, hanem tulajdonképpen egy ilyen fedett fórum volt, ott beszélték meg az emberek az ügyes bajos dolgait így a városnak, és ez egy ilyen nagyon érdekes olyan formájú, amikor előkerült egyébként így a 2000-es évek első tizedébe, akkor kiderült, hogy ilyen fajta épület, az egyetlen egy van a római birodalomban, egy ilyet lehetett találni, ami ilyen formájú, az pedig Trierben volt a Konstantinus császárnak egy palotája. Na, tehát szóval azt képzelem, hogy ez az időszak egy ilyen gazdag időszak volt, ugye tudjuk nagyon jól, hogy onnan is gondoljuk, hogy a temető, ugye az ókeresztény temető, ami az UNESCO világörökségének a része, ami körülbelül ott található, ahol most ugye a Székesegyház és annak környéke, nyilván ott van ugye a látogatóközpont is, ott nagyon sok olyan sírkamra, vagy legalábbis több olyan sírkamra található, amiknek nagyon szépen van megfestve a fala, és tudjuk, hogy azt tulajdonképpen csak jómódú emberek engedhették meg maguknak, és akkor ebből ugye a legszebb példa, az első, amit megtaláltak, az a Péter Pál sírkamra. Na, és akkor ez ilyen nagyon... tehát elképzelek én ott egy olyan várost, ahol így az emberek jó módban élnek, ahol művelik a szőlőt, mert ugye tudjuk, hogy a borkultúrát már behozták viszonylag korán, és akkor itt a mecsek lankáin bort készítenek, úgy képzelem el, hogy akár ugye mindenféle verseket olvasnak, és szlemmelnek a pogány bazilikában. Felkérés akar lenni. És akkor és akkor építenek egy óriási hétkaréos épületet a temetőben, és akkor egyszer csak jönnek a hunok, és vége mindennek. Jó, oké. Nagy tapsot szeretném kérni. És akkor nézzük az első blokk, hogy milyen inspirációk születnek a színpadon. Figyelj, a Rizsit visszaszámolunk. Figyelj! 3, 2, 1, impro! Ulpius! Kostám! Foglald azt nekem sírhelyet. De gazdám tudja, hogy oda hatalmas a sor, legalább 15 évvel előre le kell foglalnom. Azért szólok most. Jó, sietek, megkérdezem, hogy mit lehet önnek tenni. De most mi nem tetszik, Ulpius? Andrea nagyasszony, én abba bíztam, hogy együtt temetnek el minket majd. Hát ezt meg tudjuk oldani, amíg meghalok, téged lenyakaznak, és ennyi. Hó, rendben van. Jó, új jelenet, figyelem! 3, 2, 1, impro! Minek kell kimenni dolgozni a földekre? Jönnek a markolok, úgyis szétégetik megint. Jó, van, nem kell így nézni.
Tudom. Nem én nézek így. Tudom, hogy nem te nézel így. Hanem Lucius. Tudom, hogy Lucius néz így. Ennyi? Jaj. Annyira elegem van már ebből az egészből. Úgy érzem, hogy teljesen fölöslegesen csinálok mindent. Érezted már ezt? Kövesebben mennél harcolni. Most végre béke van. Figyelj. Végre nekünk is összejött minden. Igazából apám elment harcolni, és amikor írt le a hiszeleveleket, nem volt annyira vészes. Hát amíg jött. Hallgassuk meg az apa leveleit, hogy mennyire volt vészes. Fiam, ez a legjobb dolog, amit valaha tapasztaltam. Ó, várj, le kell tennem a tollam, jönnek a hunok. És ez még bármit jelenthet. Lehet, hogy azóta, nem tudom, új italokat mutattak be neki, vagy bármi, ami eszébe jut. Jól van, megyek. Jó jelenet! Figyelem, figyelem! Ja, 3-2. Tehát, elhatároztuk magunkat Gerse karáton, hogy igenis itt szükség van a turizmus fejlesztésére, szóval akkor hát megkérném, hogy akkor vezesse végig majd a csoportot. Mi az, amit kiemelne így a településünkből? Mert egy kicsit izgulok, hogy... Semmi gond, úgy gondolom, hogy ezen a grandiózus kinézetű postán mindenképp jót tenne a többieknek is az érkező huncsapatoknak, hogyha mondana egy verset. Valamit biztosan tud. Hát van egy 200 éves bélyegünk, ki is van állítva. És erről meg tud egy verset mondani? Természetesen. Az is jó, hogyha csak úgy megszállja valami, és... Mi lakik itt? A zöld és fehér épületbe? Ó, ezt én is ismerem. Hát akkor folytass. Tán egy levél még érkezett a szívembe. Na de ne essünk ekkora rémületbe! Itt a posta! És ezt meglátogatni mindenkinek fontos most. Ha! Jó, tovább! Bocsáss meg, fiam, újra itt vagyok. 3 hunnal kezeltem le, nem tudták, mi az a lekezelés. Fiam, ezek jó emberek. Bármi is legyen, engedd be őket a városba. Ők nem akarnak rosszat. Kecskeborral és marhatejjel itattak. Baromi jó arcok. Vigyázz a gyermekedre, vigyázz az asszonyodra, apád. Tovább! És hogyha eljönnek és megnegyzik azt a sarkot, ugye az 1, 2, 3, számolják, mert nagyon jó fiú. 4, 5, 6, és ugye itt általában vége szokott lenni. De az új találmányom, ahol sehol máshol nincsen a birodalomban, ott a 7. sarok! Nos. Ezt... Mit? Ezt elmondta már valakinek? Nem, maguk az elsők beszélt a jegyzőkkel? Nem, de attól, abban reménykedtem, hogy kapok valami díjat értelme. És mik azok a lyukak a falban? Ó, azok arra valók, hogyha esetleg akarunk még építkezni, akkor oda lehet tenni a deszkákat, és arra fel lehet megvászni. És miért nincs még ott deszka? Hát mert még nem akartunk építkezni. Szóval mit tudok kapni? Biztos benne, hogy ezt nem mondta el senkinek. Ha? Megmutatná a tervrajzokat? Persze! Itt vannak. Látja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. És a 7. Ki van emelve? Dikavérrel. Köszönjük szépen, akkor ha esetleg odafáradna és felállna arra a pódiumra, akkor... Ja, persze. Miért is nem? Mit kell itt csinálnom? Hát van ott az a kötél. Uh-huh. Ha azt leakasztaná, ugye én nem érem föl. Aha, igen. Uh-huh. És most? Köszönjük, majd visszajelzünk. Jó! Köszönjük szépen, és hát akkor menjünk tovább a beszélgetésben, hogy mi a következő állomásunk, amit érinteni fogunk.
Hát ugye az a kérdés most, hogy, hogy haladjunk-e kronológiailag, vagy csináljuk azt, most ezt mindenkihez intézem ezt a kérdést, hogy legyen egy, egy könnyű, meg egy nehéz időszak, könnyű-nehéz. Mert hogy, ugye az van, hogy kronológiailag haladunk, akkor most a ilyen pozitív virágzó időszak az, az jönne most a következő, amit én kiemeltem. De tudok egy nyomasztó helyzetet is. Okay, a közönség döntsön, oké, okay, akkor kézfeltartás, aki a pozitív virágzóra szavaz fel a kezeket, és tudjátok, akkor a másik felvonás, akkor az az asszony, az a rossz. Tehát akkor pozitív időszak fel a kezeket. Hát itt nem számoltatok meg, mert így sem. Jó? Hát akkor valószínűleg egy negatív. Jó, akkor legyen egy kemény helyzet, egy nehéz. Jó. Szuper. Na, akkor, akkor azt, a, azt az időszakot választottam, amiről meg, meg a másik ilyen, ilyen népszerűbbé vált tematikus sétám szól. Ez a 18. századnak a, az eleje, amikor is, én elmesélem az 1713-as pestis járványnak a történetét, és na, és ez, ez egyébként úgy jutott, tehát a történetet már korábban megtaláltam, és láttam azt a Netflixen egy, egy ilyen dokusorozatot, az volt a cím, hogy Dark Tourism, hogy amiben pont az volt a lényeg, hogy ilyen sötét nyomasztó helyzeteket keresnek, és akkor arra építenek rá. Mondjuk ennél a pestis járványnál azért más helyeken vannak akár nyomasztóbb történetek is, ilyen tudom, ott élt egy sorozatgyilkos, meg akkor vannak ilyen Escobar túrák, például Medellínbe, meg... Na de nem, az, szóval az a lényeg, hogy amikor én az 1713-14-es pestis járványnak megismertem a történetét, és akkor elkezdtem jobban kibontani ezt a korszakot, hogy el tudjam képzelni azt teljesen, hogy vagy hát amennyire csak lehet, hogy milyen akkor élni itt a városban, akkor azt mondtam, hogy hát azért jó, hogy nem akkor élünk, jó, hogy most élünk, mert ez egy igen nyomasztó helyzetnek találtam. Tehát a lényeg az, az röviden, hogy ugye 1543-tól 1686-ig török hódoltság van. 1686-ban megtörténik októberben a városnak a visszafoglalása, ami hát nem olyan nagyon véres harcok nem voltak, hát viszonylag egyszerű volt visszafoglalni, mármint azon kívül, hogy földulták a történelmi belvárost, ami akkor volt a város, és a városvédők azok behúzódtak a püspökvárba, ott egészen közel 140 évig, ugye amikor ostromok voltak, akkor ott meg tudták azt védeni, de 1686-ban gondoltak egy okosat, és akkor ágyúval ellőtték a vízvezetéket, és két nap múlva kijöttek a várvédők, és akkor utána szépen ennyi volt a harc, és akkor utána elvonultak, és hát így jött egy ilyen spontán betelepülés, jött a következő évtizedekben, amikor mondjuk azt mondhatnám, hogy olyan körülbelül olyan 2-3 ezer közé volt tehető a városnak a lakossága. Hát az úgy nagyon kevés. Mert hogy a török hódoltság idején, a jobb időszakokban, mondjuk az ilyen 1660-as években 10 000 fölött volt. Tehát ahhoz képest ez a 2-3 ez ilyen nagyon gyenge. Viszont ugye az volt a szerencse, hogy a visszafoglalás után, ugyebár ez püspöki város volt korábban, de kamarai közigazgatás alá került, ami azt jelentette, hogy nem a püspöknek kell fizetni az adót, tehát így maradt a város lakóknál nagyobb mennyiségű pénz, amiből hát tudták elkezdeni újraépíteni a várost, és akkor szépen települtek volna be. Ez történt így egészen 1703-ig, és 1703-ban visszakapta a püspök az uralkodótól, ugye a királytól visszakapta a várost, és nagyon-nagyon el voltak kenődve az emberek, és ezzel nem is akartak megbékélni onnantól egészen 1780-ig, folyamatosan perelték egymást a városi tanács, illetve a püspök, azok nagyon utálták egymást, mert nem akartak ugye adót fizetni, tehát egy ilyen csalódottság volt, konstans csalódottság. Ez volt 1703-tól. 1704-ben ugye minket a Rákóczi szabadságharc az ilyen nagyon szarul ért el. Tehát, hogy volt egy... Azt kell tudni, hogy a városnak a lakossága ebben az időben három csoportból jön össze, körülbelül egyharmad arányban, tehát ilyen 1000-1000-1000 főt képzeljünk el. Magyarok, németek és délszlávok, úgy rácok. És akkor eljön egy kuruc sereg, 1704 februárjában ostromgyűrűt von a város köré, és akkor mindenféle ilyen nevetséges sarcokat akar,
és hát azokat nem kapja meg, úgyhogy rátámad a városra, és megöli és elkergeti a német, illetve a rác lakosságot, mert hogy a rácok azok a császárral szövetségben voltak egyébként. És aztán marad egy picit a városban, és ez a kuruc sereg, aztán elvonul, itt hagyja a magyarokat, mert hallja, hogy jön egy 12 ezer fős rác sereg, akik ugye császári Zsoltban éppen ellenkezőleg gondolkodnak, ők meg a magyarokat szépen ugye innen megölték, meg elkergették, fölgyújtották a városházat, éppen ezért van, hogy például ugye a levéltárban Pécsen 1704 előttről semmiféle dokumentum nincs, tehát a pécsi dokumentumok 1704 utánról vannak, tehát ilyen tiszta romos az egész város, 1700-as évek első pár évében, első évtizedében, itt jönnek vissza lassanként az emberek, így próbálnak magukra találni, közben ugye itt van ez a püspök probléma, és ugye mivel ebben az időben a seregek folyamatosan jönnek, mennek, ezért egészen gyakran vannak járványok, és a pest is ránk üt egyszer 1710-ben, és aztán 1713-ban is. És én ennek a 13-asnak dolgoztam fel a történetét, és ugye hozzátartozik az egészhez, hogy amikor én először kijöttem ezzel a sétával, az 2020. január utolsó napjaiban volt, ahol én elmondtam, hát akkor képzeljétek, hogyan működik egy járvány, és akkor elmagyaráztam, hogy na hogyan, milyen, amikor így zár alá veszik a város, meg milyen a karantén, meg nem lehet kimenni 8 után, még csak kutyat sétáltatva, meg tudjátok, ezek a szokásos dolgok, social distancing, ilyenek, nincs kocsma, nem lehet kéregetni. És akkor márciusban megtapasztaltuk saját bőrünkön, tök ugyanolyan lett. És egyébként hát olyan körülbelül egy év alatt sikerült, vagy hát egy ilyen 9 hónap alatt sikerült ezt a 13-as járványt leküzdeni, egyébként viszonylag jól, és akkor utána azt hiszem már csak egyszer volt 1732-ben, és onnantól kezdve teljesen eltűnt. De hogy ez az időszak, ez a minden irányból nehéz volt. Hát politikailag is nehéz volt, abszolút nem volt biztonságban az ember, gazdaságilag is nagyon nehéz volt. Na, szóval akkor nézzük meg ezt. Jó, oké, figyelem! Egyébként, hogyha valakinek van kérdése, vagy valami nem tiszta, nyugodtan jelezzen. Van ilyen? Igen? A püspök a Kimó környéke volt? Nem, 1703-ban a Radanai volt, és utána pedig jött a... Milyen Vilmos Ferenc, na várjál, pont a nőtt eszembe a neve. Nem, a... Várjál, Wuppertal... Bakker, nem a Klimó az 1770-es évek. 1777-ig volt a Klimó, tehát hogy ő jóval később. De gyerekek, hát 30-szor vezettem azt a túrát, és most nem ugrik be a püspöknek a neve pedig. Nem, hát nem mondok be, majd bele fogom kiabálni, jó? Amikor... Jó, oké. Bárki másnak értelmes kérdés? Jó, figyelem ismét, visszaszámolok, figyelem! 3, 2, 1, impro! Anya, átmentek Melindához. Kérlek, gyors leszek, meg én szépen betakonom a számot, meg minden. Jaj, anya, ne nézz így rám. Akkor átviszem a buksit majd. Ne, szerintem az egész egy hülyeség, nincs is Pest is. De, Szabi, ez van csak, Pest ez csak a pápa püspök találta ki. Hogy most megint tudjon tovább adózni! Az egész egy hülyeség! Ezzel akarják a népet kontrollálni! Igen? Hányan vagytok az osztályban? 5. És hányan voltatok? Na nem ennyi. 10, igen. Sokkal, többen, de... De ez nem biztos, hogy a Pest is miatt van. Csak simán nem ettek elég zöldséget, és alapból gyenge volt. De én fiatal... Jó kis fiatalok voltak, de... Én szeretném, ha megélnél legalább 41 évet, fiam. Nekem fontos az, hogy idős emberként láthassalak. Anya, így is én járok el a piacra mindenféléért. Most nem mindegy, hogy a Melindáig elmegyek. Nem lehetsz Pestis tagadó, értsd meg! Jövő héten oltanak minket. Ezt nem lehet. Nem azért mondom, de a Dávidék már múlt héten is partiztak egyet. És még mindegyikük él. Jó, oké, menjünk tovább. Nesser Rode Vilmos Ferenc.
és akkor 3, 2, 1, impro! Asztal! De nehéz. Ja. Köszi. Miért vagy ilyen vizes? Sok ideje vagy itt? Nem. Pedig szép kis fár. Nézd, neked nem biztos, hogy jó most itt lenned. Megnézhetem a kardod. Igen. Wow. Te rácz vagy, ugye? Jó van. Nem muszáj beszélgetned velem. Ja, nem azért kérdezem, csak hogy most jön egy ilyen rohadt nagy sereg, és hát nem biztos, hogy örülnének neked. Nézd, én bírlak titeket. Vannak sztáv haverjaim is, tudod, de hogy most utálni kell egymás, most akkor én... Hivatalosan én most utállak, jó? Te hol laksz? Pincében. De ott van sajt, amit néha megrágok, úgyhogy... Imádom a sajtot. Nekünk is volt pincénk, csak beomlott. Tényleg? Mhm. Uh-huh. Oh, egyszer a miénk is. Apám ott halt meg. Ja. De... Megmutassam a torgyot. Fölmehetek. Hát ha azt mondod, hogy magyar vagy, akkor felmehetsz. Persze, magyar vagyok. Fel vagyok a toronyba! Itt a sereg. Nincsenek is olyan sokan, nem? Nincs még egy ilyen sisakod? Odaadom az enyémet. Mégül is mi baj lehet? Úgy sincs meg számszeríjuk, meg ilyenek. Köszi. Már jó. Tudod, arra gondoltam, hogyha ennek az egésznek vége lesz, és talán nem halunk meg, akkor elmehetnénk a bástyába is esetleg. Jó. Jó, köszönjük szépen, új jelenet! Figyelem, 3, 2, 1, és... Bort! Ajánlhatom esetleg a legújabb házborát? Igen. Biztosan? Miért valami baj van vele? Én csak kérdeztem. Szóval, ha igen, imádok veszélyesen élni. És egyébként te is le a kalappal, hogy... Hát ki kell leszöknöm, persze. Kitöttem az ágynak, mivel az ágyat. Nagyon menő néz ki. Neked tudják? Nem tudom, hogy tudják-e. Én csak simán a paplamból kötelet kötöttem, és... Köszönöm. És úgy kimásztam az ablakon. Anyám szerint nem kellett volna. De hát mit tud őt, öreg? Ön jobban fél. Igen, persze, már. Persze. Meg most lassan már 35. Na bocs, amúgy kérsz? Ja, igen, köszi. Gondolom, mert nehezebb kimosni őket, ezért csak egy van. Jártál már itt Kobrádban, Szabolcs? Nem, ez az első. Ez az első alkalom. Igen. Nem is tudom, hogy ez... Ez mi? Elnézést, valami baj van? Nincs. És mik a terveid a járvány után? Nem tudom, hogy mi lesz a járvány után. Mármint, hogy lesz-e a járvány után. Bármi. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy... Bele kéne vágni a... Jó, ez hülye jött ki. Figyelj, Melinda! Az a helyzet, hogy nagyon... kedvel. Oké? Okay? Bocsi, ez az első találkozásunk és... Zárunk hamarosan. Rendben, egy pár másodpercet még kaphatunk. Köszönöm. Szóval, hogy nagyon... Megkedveltelek, és attól féltem, hogy ettől az egész hiába vagyunk bezárkózva, lehet, hogy ha tényleg van betegség, akkor bejön és belehalunk, és
És nem akartam úgy, hogy nem. Ez nekem megéri. Legalább nem otthon töltöttem ezt a sok időt is. Súlyban úgysem mondtad volna el, meg én sem. Igen, bár most már egyre meghitted. Akkor, ha már egy pohárból ittunk, akkor... Üde rosszak vagyunk. Na, hogy csináljuk ezt? Jó! Jó, köszönjük szépen, hölgyek és urak! Most elmegyünk egy pici szünetre, egy tapsot szeretnénk kérni a csapatnak. Jó, időben tökjük vagyunk, kereken 8 óra van. 8 óra 10 perckor folytatjuk, addig mindenki levegőzzön, vagy dohányozzon, vagy vegye magának egy finom italt. 10 perc múlva találkozunk, jó, hogy itt vagytok. Köszönjük! Figyelem, hölgyeim és uraim, folytatjuk a második felvonásra, remélem, hogy mindenki visszaérkezett nagyjából. Aki nem, nyilván is nyugodtan mászhatok át mindenki meg egyebek. Én is a társulat tagjainak szeretnék kérni egy hatalmas nagy biztató tapsot! Jó! Ó, és nem kértünk két boros poharat. Lina kérni a két boros poharat, hogy ne egy pohárba kelljen így inniuk a bornak álcázott alma levet. Köszönöm szépen. Jó, oké. Okay. Na figyelj, gyertek, ne csücsüljetek le, ne csücsüljetek le. Figyelem. Lényeg a következő, hogy a második felvonás felvezetéseképpen meg fogunk hallgatni egy pozitív-negatív történetet, jó? Szeretnék kérni mondjuk egy betűt. P. Oké, okay. P betűvel szeretnék kérni egy címet. Hát egy szót gyakorlatilag. Poén. Poén, oké. A poén, jó? A poén. Ez a címünk, a poén, jó? Ez bármit is rejthet, tökre szabad kezet kaptok ebbe, addig pedig én elveszem ezeket a poharakat, köszönöm szépen. Jó, oké, okay. Pozitívva innen. Kezdjük onnan, mert mindig én szoktam is. Mindig te szoktad, jó, oké. Okay. Akkor Bálintól kezdjük, és pozitívval fog kezdeni, és megyünk két kör minimum, aztán meglátjuk, valami le kell zárni. Figyelem, biztató nagy tapsot szeretnék kérni. Figyelem, 3, 2, 1. Ernő kisgyermek kora óta bohóc akart lenni. Aztán kicsit komolyabb lett, és rádöbbent arra, hogy igazából ő stand-up comedy szeretne. A lényeg az, hogy embereket akart nevettetni. Ketten nevettek a műsorán. Ezek ketten is az anyja és a barátnője voltak. Bélát ez kis ilyen tátorította ettől az úttól. Mert még a nevét sem tudják erről. De ez nem tátorította el, bocsánat. Hiszen amikor rájöttek a barátnője és az anyja, hogy már a neve is egy kész vicc, akkor még jobban hahotáztak, olyannyira hahotáztak, hogy Ernő első fellépési színhelyére egyszer csak így beözönlött a tömeg. Ernő első fellépési színhelyére beözönlött a tömeg. Ernő elkezdett stand-upolni. Csak mondta, és mondta, míg a közönség egyre jobban köpködte, dobálta őt, de Ernő csak mondta, és mondta, addig, amíg a közönség lassan ki nem sétált a helyről. Még az anyja és a barátnője is. Ernő a csönd békéjében végre tudott szabadon gondolkodni, és megírni egy szettet. És esküdtett, hogy ezekkel a viccekkel a következő fellépésén ismét be fogja majd hozni az utcáról az embereket, és ezúttal meg is fogja tartani őket. Kovács, Ernő, Béla. Ennél még egy sör is jobb. Ezzel címkézték fel a vendéglátó egység összes sörös üvegét, és sajnos nagyobb híre lett az alkoholosítókának, mint Ernő, Béla estjének. Ekkor támad benne a gondolat, hogy miért ne foglalkozhatna a sörgyártással. És az összes reklámot az ő arca és az ő hahotáztató viccei fémjelezték. Így nem is fogytak nagyon a sörök. Az Ernő Béla és Kovács Kft. Hamar tönkrement. Sőt,
A maradék sörös üvegek elkezdtek felrobbanni, hiszen nem fermentálta rendesen a söröket Ernő, ezért a bennük lévő baktériumok olyan kémiai folyamatokat kezdeményeztek, hogy felrobbantak a vásárló kezében. Jó, stop! Pozitív vagy negatív véget akarunk? Pozitív fel a kezeket? Negatív? Pozitív vége lesz, oké, utolsó zárókör. A robbanó sörök! Nagy szenzációk lettek a TikTokon! Az emberek 30 és 60 másodperces videóban videózták le a barátaikat, ismerőseiket, amikor adtak nekik egy Kovács Ernő Béla sört! Csak azért, hogy most még, ó, ez mi lehet? És felrobban! És hatalmas nagy sikerei vannak ezeknek a videóknak, és ezzel a sörnek is. Oké, ez a vége! Super! Jó? Oké? Kövi, gyere fel kérlek a színpadra. És akkor rituálisan, ahogy szoktuk, nagyon durva nagy energiával. Gyere! Már hova mentek? A nagy energiával! Jó? Oké. Itt most egy hatalmas, durva energiatapsot fogunk nyomni. Gyere, Kövi, te is rogyasz. Nem tudom, hogy a súlyt emelnél, vagy nem értek hozzá. Magamtól vagyok ilyen izmos! A legizmosabb intrófokat! Na, ki a kis kacsókat, gyerünk! Mindenki, rezegjenek az ujjak, gyerünk! Egy kézzel is lehet, aki a bort jobban szereti, mint ezt a játékot. Na figyelem! 7-7-3-3-1-1, és végén azt mondjuk, hogy impro, jó? Na figyelem! Gyerünk, kukkancsatok körbe, milyen jó arcokkal vagytok? Hello! Na figyelj! Impro! Jó, na most leülhettek! Igen, oké! Jó? Köszönöm! Jó! Aha! Ismét szerintem csapjunk bele, mert most ide magam elé vettem, de nem is én fogok beszélni. Szóval most a kérdés az, hogy negatív vagy pozitív sztorival folytassuk, de igazából te eldöntheted. Majd én eldöntöm. Okay. Na, ide jön a szünetben a családom, és azt mondják, hogy mi van veled? Hát nem vagy valami felszabadult. És azt mondja a kislányom, hogy apa, olyan hangon beszélsz, mint amikor olyas valakit oktatsz ki, akit utálsz. Igen, van ez a kioktatós hangom, amit a... Tehát, de ne vegyétek magatokra. Na, szóval most mindjárt felszabadulok, tehát. Egy kis Ja. Na, szóval arról elképzeltem, most már nyilván nem arról szól, hogy mikor volt, vagy melyik volt időszak volt, ahol boldogan lehetett élni, hanem hogy én mit képzelek annak. És akkor elképzelem a török hódoltságot, mert hogy szoktunk gondolni a török hódoltságra, úgy szoktunk gondolni, hogy hát mi itt aztán konstans, hatalmas elnyomásban voltunk, és akkor így a földön csúsztunk, amíg itt ezek a török basák jártak körülöttünk, és aztán olvasgattam sokat így a városnak a hódoltságkori időszakáról, és az azért nem ilyen. Tehát, hogy itt ugye úgy nézett ki 1543-ban a városnak az átvétele, hogy ez valójában egy kart csapás nélkül történt, tehát nem az volt, hogy itt bejöttek a törökök, és akkor így leöltek mindenkit. Volt ilyen is, az egy 14 évvel előtte volt, de amikor 1543-ban ide megérkeztek, akkor már nagyon el voltak fásulva az emberek, mert folyamatosan mindenki rá akarta erőltetni többen is, hogy akkor a saját uralmukat, és akkor végül is úgy döntöttek, hogy hát akkor átadják a várost, átadták a város kulcsait szépen. Először a törökök, mivel hogy nem volt semmi ellenállás, ezért 3 napig ott kint álltak és gyanakodtak, hogy húha, hát itt valami csapda lesz, nem akartak bejönni. Mert egyébként hát ugye úgy történt, hogy aki önként behódol, az megtarthatja az ingatlanát, és arra szükség is volt egyébként, mert hogy azok fizették, ugye nem kellett itt áttérni a muzulmán hitre, mert hogy a hitetlenek fizették ezt a dzsizjét, ami a hadiadó volt, és erre szükség volt. Tehát, hogy akik így önként azt mondták, hogy jó, akkor ők elfogadják itt az oszmán hatalmat, azok megtartották az ingatlanukat, meg megtarthatták a keresztény hitüket is, mert ugye tudjuk, hogy mindenki katolikus volt. És egyébként sem, tehát az ide beérkező katonáknak a nagy része, azok is inkább balkáni népek voltak, tehát nem törökök voltak, és volt ezek közül, sőt,
Tehát a városnak a lakossága az ugyanígy kevert volt. Tehát nem egy ilyen full ozmán lakosságot kell elképzelnünk, hanem maradtak itt magyarok, jöttek ide egyébként mondjuk horvát katolikusok, jöttek egyéb délszlávok, voltak itt ugyanúgy németek, jöttek be zsidók, cigányok, és természetesen voltak oszmán törökök is. Tehát egy ilyen kevert lakosságú volt a város, és 1566-tól számítsuk, mert 1566-ban ugye hát elesett Szigetvár, ami nyilván a magyar történelemben egy ilyen szomorú dolog, hogy elesett Szigetvár, de azt nézzük, hogy itt a városban milyen volt az élet, akkor mivel megszűnt Pécs végvárnak lenni, mert Szigetvár volt a végvár, ezért ugye itt nem vonultak hadak nagyon, és megkezdődött egy ilyen békés építkezés. És történt 1663-ben egy, hát, hogy eseménye, vagy nem tudom, tehát van egy Evlia Cselebi nevű világutazó, aki 1663-ban, ő egyébként rengeteget utazott, tehát Ázsiában, Európában, mindenütt, és megírta valamikor ilyen 70 éves kora környékén 10 kötetben az úti történeteit. Tehát mindenfele, ahova járt, vagy ahol járt, ott jegyzetelt, és ebből készített ő egy 10 részes ilyen kötet sorozatot, és amerre járt, arról mind írt, tehát olyan volt, mint a Lonely Planet, vagy Baedeker, vagy nem tudom, tehát ilyen útikönyv, vagy hát leginkább olyan, mint a mostani Google, hogy mindenhez fűzött oda szépen megjegyzéseket, és ő 1663. július utolsó napjaiban itt járt egy pár napot Pécsen, és az egyik könyvében egész sok oldalt szentelt annak, hogy milyen itt a városban az élet. És azt elolvasva, azt egyébként kiadta a Sudár Balázs, azt hiszem az a címe van, milyen egyszerű címe, hogy Pécs 1663-ban, tehát ennek alapján, amivel elmagyarázza, hogy milyen a város, az alapján egy olyan képet kapunk Pécsről, ahol iszonyú jól élni. Tehát, hogy azt mondja, hogy itt nagy béke van, az emberek boldogok, és nagyon sok szabad idejük van, és nagyon szép ligetek vannak, rózsaligetek, ahol csak ücsörögnek, és beszélgetnek, és fülemülék énekelnek, meg közben mindenféle fúvós hangszerekkel zenélgetnek, és hogy itt, na és ugye ez a legérdekesebb része, aminél fölkaptam a fejemet, hogy 52, most mondtam egy számot, de valami nagyon nagy, 52 különböző körtét kóstolt meg, amit mind itt termeltek, tehát annyiféle körte, nem is tudtam, hogy van 52 féle körte egyébként, hát mennyi szokott lenni az Aldiba ilyen 3-4 körülbelül, 52-t megkóstolt, ennyiféle körtét, illetőleg, na most még ami érdekes, az, hogy mennyiféle, tehát a leírása alapján nagyon sok iskola volt itt Pécsen, tehát nagyon műveltek voltak az emberek, ugye voltak alapfokú iskolák, meg a főiskolák is, azt hiszem alapfokúból volt 17 darab, főiskolából meg 5. És most ez nem olyan főiskola, mint ugye az egyetem, hanem ugye magasabb iskola, illetve azon kívül volt 3 darab dervis kolostor, mert 3 dervis rend volt, és voltak ugye, akik ilyen aszkéták voltak, azok voltak halvéti dervisek, itt a Kazinci utcában volt nekik egy ilyen dervis kolostoruk, és azok, hogy ezek a dervisek mind próbáltak nagyon közel lenni Allahhoz, különböző módokon, és a halvétik úgy próbáltak közel kerülni Allahhoz, hogy sanyargatták magukat. Tehát mindig az elméjüket, a tudatállapotukat próbálták módosítani valami módon, és a halvétik azok ilyen egyszer egy négyzetméteres telefonfülkében laktak, és iszonyú aszketikusan sanyargatták magukat, még nem ettek, nem aludtak, nem tudom, hát biztos sokak számára. Most egy egyetemista úgy, ez volt. És akkor voltak a bektásik, akik voltak, hogy kb. A leglazább rend volt, ők náluk engedélyezett volt mindenféle szerfogyasztás is, úgy azért elég könnyű Allahhoz közel kerülni, szint az egyetemisták, mint a mostani, és akkor a legfontosabb, amit a végére hagytam, a mevleviek. És ez volt az egyetlen mevlevi kolostor, itt azt hiszem a hódoltsági területen, ahol oszmán zenét oktattak, tehát ahol oszmán klasszikus zenét, a mevleviek voltak, akiket talán, hogyha elképzelünk egy dervist, akkor mindenki, aki már hallott róla, őket képzel, ők a kerengő dervisek, akiknek ugye van ez az egy táncuk, hogy jobb lábukon állnak, és akkor a ballal, mint a roller így hajtják magukat, és kerengenek körbe-körbe-körbe, és attól ugye elszédülnek, és így kerülnek majd nagyon közel Allahhoz, hogy el lesznek szédülve. Igen.
Na, tehát, hogy... És ugye van ez a dolog, most csak a végére mondom, hogy ugye tart, tehát az, hogy Pécsről mennyiféle zenekar származik, ugye? Hogy milyen kreatív energiák vannak itt, hogy már akkor is, ebben az időben is, ez volt az egyedüli olyan kolostor az egész nagy hódoltsági területen, ahol oszmán zenét oktattak, tehát itt már akkor is zene szólt, és nagyon érdekes ugye pont ez, hogy elmegyünk egy Made in Pécs fesztiválra, akkor megnézzük, a Made in Pécs fesztiválon idei évben azt hiszem 181 zenekar lépett fel. És hogy most megcsinálták a debreceniek a Made in Debrecen fesztivált, nem tudom, azt hallottátok-e. Ugye Debrecen azért lényegesen nagyobb, mint Pécs, és amúgy ugyanúgy egyetemváros, meg aztán források is vannak, meg minden. És tudjátok, mennyi zenekar volt a Made in Debrecen fesztiválon? 6. Szerintem 20. Szerintem 20. Hát figyeljetek, nem, tehát ugye... Igen, Pécs az Pécs, ott meg akugyár van, biztos az van, viszont zenekarok meg nincsenek. Úgyhogy, na, tehát hogy ez is egy példája annak, hogy itt a nagy szellemi kisugárzás és a kreativitás szárba szökken. Jó, hát nézzük lássuk. Meg a kreativitás szárba szökken, és oké, Kövinek egy nagy tapsot hírünk! Csapatnak pedig számoljunk vissza, figyelem! 3, 2, 1, impro! Michael, George, te hiszel már Allahban? Eléggé közel vagyok hozzá. Nézd, megmondom őszintén, hogy igazából én csak miatta csatlakoztam ehhez a szervezethez. Tényleg? Mm. És nem akarlak zavarba hozni, mert akkor még kényelmetlenebb lesz. Nem baj, az jó. Ha kényelmetlen, az jó. De hogy... Én nem Allahhoz akarok közel kerülni. Ha nem... Nézd! Ez így nagyon kellemetlen nekem, ami nagyon jó. Hozzád akarok, George. Közelebb kerülni. De Michael, közel vagy hozzám. Tudom, nagyon. Nem... Úgy akarok közel kerülni hozzám, mert hogy te kerülsz közel Allahhoz. Itt lelkileg. Ah. Oh. Jó, figyelem, megyünk tovább! 3-2. 4000 rézjónás akkor a kaució. A Jami mellett található a rózsakert. Igen. Egy dolgot meg kell kérdeznem, ne haragudjon. Magad katolikus? Jó, oké, mert legutóbb is volt itt egy janicsár legénybúcsú, és azért nem szívesen hagyjuk úgy ki. De jó, oké. Figyelmeztettek. Tudja, ezért jöttem ide, figyelmeztettek, hogy egy kereszt nélkül ne tegyem ide a lábamat, a franc tegye meg! De nézze... Ilyen a vendégszeretet maguknál, ezen múlik? Hát... Igyekszünk óvatosak lenni. Mit jelent ez magának? Mit jelent? Amikor egy keresztre nézek, én bevallom, hogy félek. Nem fogom megítélni magát, úgy, mint az előző Rékát. Csi, hangerőt tegyünk rá! Ezért most magának adom a dédanyám, hogy a tékát, de őrizze szívében az elfogadás jegyét, és a janicsároknak is kell furit rendeznie. Értse meg, én elfogadó vagyok,
de a janicsárok borzasztó kupit hagytak, iszonyatosan nagyon. Napestig vakartam a szurkot, ne akarja, hogy a nyakára kössem a hurkot. Szerintem mindent meg tudunk beszélni. Szólok a pasának, lesz itt egy gyalázat. Hé, pasa! Igen? Ez a nő. Ez a nő kereszténysége kötelez. Én meg őt kötelezném. Döntsön ön! Hát nézze, igazából ez egy szabad ország. Miért is lehetne abba, amit szeretne? Hm? Ő csinálja a maga dolgát, mi is csináljuk a magunkét. Én erről levezgetek itt amúgy is. Most akkor ki szeretné venni az ingatlant, vagy nem? Döntsük el! Tovább! Körtétessék! Uram! Mit szeretne? Körtétessék. Jó van, mennyi? 3 dinár. A Red Mami. Jó. A Blue Mami 5. Jó. A Green Mami 2. Mindegyikből szeretne? Nézze már, olyan sok minden volt, egész idáig jöttek az emberek, menjenek! Nem ér, most csinálj, amit akar, persze. Kész. Én már feladtam, hogy bármit is akarjak. Van egy olyan körtém, ami segít ebben. Viszont az nem lesz olcsó. Jó van, adja, mit számít az most már nekem? Ó, számít az, uram. Allakot nagyon gyorsan megtalálja vele. Jól beszél, uram. Most vagyok életemben először izgatott. Ó, uram, ez csak folytatódni fog. Na, adja. Én teát csinálnék belőle. Annyi, hogy ez egy ilyen kis szárított körte. Érdemes összeporlasztani. Ne! Ne porlaszt össze! Lehet, hogy a szagától is közel kerülök allak? Valamit én is hallok, uram. Ne porlaszt össze, segítek rajtad! Persze, segít, ha összeporlasztjuk. Maga akarná, hogy összeporlasztják? Újra meghozom a motivációnat az istenségekben rejlett hited ügyében! Hogyan? Látod itt a kezemben ezt a tollacskát? Igen? Vigyél egy papír elé! Adok, uram, várjon! Ez a tekerősöm. Adja már a hátát! A kis pennámmal most papírra vetem neked az élet értelmét! Wow! Látod már? Aha! Meg nem utasd ennek a galád fickónak! Köszönöm! Mennyibe került? A szállított körte? Abban, hogy megnézhessem a papírját. Nem, azt nem lehet. Ah, akkor nem lehet. De akkor, nem. De. Jó. Tovább új jelenetet kérünk, figyelem. 3, 2, 1, impro. Jaj, papa már megint álmodozik. Jöjjön, az hozom a reggelit. Mind gondolkozik, csak nem megint Pécsről! Hát... Tudod, amikor baktattunk a földúton be a kapu felé? Ó, igen! Csak bementünk, érted? Igen. És a sok iskola, igaz? Ugye? Igen. 4 millió iskola volt! Úgy mondom, te gyerek, 4 millió! Jaj, de sok iskola! Hú, de sok lehetett a gyerek! 12 000 énekes madárral! Nem úgy voltál, mint ti vagytok, hogy 5 iskola van. 4 000 volt, mondom. Ez
nagyon szép, papa. Nem akarja leírni valamire? Amíg még emlékszik. Most már úgyis írt 9-et, mi az a 10? Valamit még sose mondtam el neked, kis unokám. Igen? De csak akkor mondtam el, ha tényleg érdekel. Akkor legyen csak tovább, papa. Jó, köszönjük szépen, hölgyek és urak! És akkor magyarodjuk az utolsó blokkunk felé, és akkor ismételnek. Tiéd a mikrofon. Biztató tapsot kérünk, ne vigyázzunk! Na, az utolsó az egy nehéz helyzet, de szerintem ki tudjuk hozni azért pozitívra. És az az első világháborút követő szerb megszállás. Tehát, hogyha elmegyünk a Széchenyi térre, akkor ott a dzsámi alatt közvetlenül van ugye egy örök mécses, és az erre emlékeztet a magyaroknak arra az összetartására, bátorságára, ahogy kitartottak 1918 november és 21 augusztusa között. Ugye, amikor a vége lett az első világháborúnak, ugye az azt lezáró békék azért, vagy a tárgyalások még zajlottak, de novemberben, azt mondom, november első napjaiban bevonult a szerb hadsereg, és megszállták az egész várost, és az azért egy elég kemény helyzet volt, ott lefoglalták az élelmiszer szállítmányokat, lefegyverezték a lakosságot, lefegyverezték a csendőrséget, akkor nemzetőrség volt még azt is, megszállták a postát, minden levelet fölbontottak, mindenbe belenéztek, feleskedték az itteni hivatalnokokat alkotmányukra, vagy ami most azt nem tudom hittem milyen dokumentumra, de hogy nehéz volt, ha hozzákapcsolták Pécset, akkor az újvidéki közigazgatási egységhez, és mivel reagált erre a helyi lakosság, sztrájkba kezdtek. 19 februárjában volt ez, hogy akkor először a postások, a vasutasok, illetve az akkori Szociáldemokrata Pártnak a tagjai elkezdtek sztrájkolni, mert valami módon ugye voltak neki követeléseik. Egyrészt megszüntették az utazási lehetőségeket Magyarország többi része felé, tehát volt, tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy volt egy demarkációs vonal, ami így itt húzódott körülbelül Pécstől északra, tehát azt hiszem, hogy igen, körülbelül itt volt nem sokkal északabbra, és nem lehetett ugye máshova innen, vagy nagyon nehéz volt utazni, megszüntették a vasúti közlekedést, lefoglalták a különböző vagonokat, stb. Na és akkor először a vasutasok és a postások kezdtek el sztrájkolni, és ugye nyilván ez megnehezítette a megszálló szerbeknek a dolgát, mert hogy nem tudták használni ugye a távírókat, illetve hát mit szerettek volna innen, nagyon sok mindent szerettek volna vagonokon elvinni az akkori SHS szerb horvát szlovén királyságba, az is ugye sokkal nehezebb volt, és akkor a magyaroknak egy delegációja elment a városházára, és a városnak a parancsnoka, az a Radovanovics ezredes volt, ő elé mentek, és elmondták, hogy akkor mik a követeléseik, hogy így élhetőbb legyen. Hát szóval nagyon élhetetlen volt az egész helyzet, tulajdonképpen ugye nem volt rendezve a fizetőeszköz se, tehát nem lehetett ugye az addigi fizetőeszközökkel fizetni, azt is valami módon rendezni kellett, tehát nagyon sok kérdés volt, és hát ugye nyilván a teljes impérium az volt a szerbeknek a célja, tehát ők azt képzelték el, hogy a világháborút lezáró béketárgyalásokkal ez a terület majd hozzá lesz csatolva ugye a szerb-horvát-szlovén királysághoz, tehát ez akkor ilyen nagy Szerbia, vagy ilyesmihez fog tartozni. És hát nagyon sok dolog, mondom, rendezetlen volt, és mi volt a Radovanovicsnak a reakciója arra, hogy oda ment a tárgyaló delegáció, hát nem nagyon hallgatta meg őket, hanem bebörtönözött mindenkit. És akkor ezt követően, ami ugye sokkal nagyobb érvágás volt, hogy a helyi bányászok is sztrájkba kezdtek. És azt mondták, hogy jó, hát akkor
nem veszük föl a munkát, és ez óriási nagy érvágás volt a szerbeknek, mert ugye a háború alatt nekik nagyon sok bányájuk el lett árasztva, és ezért szénnek hiány voltak, az ugye itt meg aztán volt bőven, és az volt a tervük, hogy innen majd vonattal pakolják ki, és viszik a szenet nagy erőkkel. És akkor hát ott fenyegetőzött a Radovanovics, hogy akkor itt mindenkit ellenséges katonának fog tekinteni, hogyha nem veszik föl a munkát, két napjuk van, és akkor haromra lesznek itt lőve az emberek. De az emberek aztán ennek hatására inkább általános sztrájba kezdtek, és kitartottak egymás mellett, senki nem vette fel a munkát. A szerbek nyilván tudtak fenyegetőzni, de nem váltották be ezeket a fenyegetéseket, és akkor az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a tanárok és a tanítók sem vették már fel a munkát, nyilván otthon maradtak a gyerekek, onnantól már tarthatatlan volt mindenki számára a helyzet, és akkor új feladatot kapott Radovanovics, és jött egy új ezredes, aki aztán már komolyan vette, kiengedte 3 hét után a sztrájkolókat, sőt, a pécsieket aztán Belgrádban fogadták is, és miniszteri szintű tárgyalások is voltak, és hát tulajdonképpen némi eredménye lett az egésznek, és aztán ugye egész hosszú ideig szépen itt kitartottak az emberek, nem volt túl kellemes az élet, így 21 augusztusában, amikor akkor már ugye a trianoni békediktátumot régen elfogadták, de a szerbek nem akartak kivonulni továbbra sem, meg gondolták, hogy jó, van majd azért, hát ha nem veszik észre, mi ezt megtartjuk, ezt a területet, hát ha valakinek nem tűnik föl, és akkor kikiáltották végül ugye ezt a Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaságot, ez egy ilyen bábállam volt, ami azt hiszem, hogy 8 napig élt, és akkor aztán bevonult a magyar hadsereg augusztus talán 21-én, és vége lett ennek a szerb-magyar álomnak. És újra csatlakoztunk aztán ugye hát Magyarországhoz. Úgyhogy na, ez egy nagyon érdekes helyzet volt, ugye ennek köszönhetően, hogy itt szerb köszönhetően, tehát annak, hogy szerb megszállás volt, például Pécset teljesen elkerülte a tanácsköztársaság, ami ugye 19 márciusától így augusztusáig tartott. Pécsen nem volt tanácsköztársaság, tehát ez a proletár diktatúra ez nem volt, viszont ugye az azutáni leszámolások környékén igen sokan ide szögdöstek, tehát szerintem itt megtaláltak volna azért onnan. Na, ez lesz a történet, és akkor már utoljára szavam van, akkor hadd reklámozzam majd picit még magamat. Jó? Csak annyit akarom mondani, ez már egy jó sztori, hogy pont most a napokban, tegnap hirdettem meg a legújabb tematikus sétámat, ami Uránváros Ember Tervez System Végez címmel június 1-én tartom, illetve úgy néz ki, hogy június 2-án is, és van egy ilyen Facebook oldalom, most az a neve, hogy Teljes Szívből Pécs, de ezt most átfogom majd a napok, így most igen, Teljes Szívből Pécs, majd át fogom nevezni Pécsi Legenda Kalauznak, az most senkit ne tévesszem meg, a most Teljes Szívből Pécs vagyok, és igen, és ott van júni 1-re meghirdetve, ahova még 3 helyen van, csak egy e-mailt kell küldeni, de júni 2-ára viszont még 30, úgyhogy na, az egy nagyon érdekes történet, arról most itt nem beszéltünk Uránvárosról, de hát ti ott laktok, az ugye élhető, pozitív, ugye? Arról fogok mesélni ezen a sétán, hogy Uránvárost milyennek tervezték, és ahhoz képest mi valósult meg. Tehát, hogy magyarul mi nem lett soha a városunkban, ami lehetett volna, és most egy teljesen más várost tudnánk elképzelni azzal együtt. Jó, tehát akkor lássuk a szerbeket. Jó, oké. Kövinek egy nagy tapsot szeretnénk. Figyelem! 3, 2, 1, Imro! Bazim? Jöjjön, végre uralmunk alá került Pécs. Az első teendőm így, mint Pécs vezetője, azaz, hogy a... Ennél rövidebbeket is lehetne, uram, mert ez kifogyunk a tintából. De. Jó. A lényeg a következő. Több tonna szenet akarok szállítatni. Miért, uram? Hát, hogy felvirágoztassuk Szerbia. Hogyan, uram? Hogyan? Mit akar azzal a szénnel? Hát, csak küldjük el a szenet. Hát, az... Jó. Mert valami,
Valami baj van? Nem, semmi. Uram, elnézést, csak szeretném jelezni, hogy a gyárak egy része leállt. Mi? Igen. Mi? Hát úgy döntöttek, hogy beszüntetik. De ez nem gond. Jó. Mert... Uram, ez elég lehet. Ez nem mindenki. Okay. Mert úgy sem kell gyártás, mert nem nagyon működik a városban. Nem baj, van egy csomó minden, amit meg tudunk csinálni. Írja inkább, ezt húzza ki, írja a következőt. Fellendül a turizmus Pécsen. Az itt felállított vasút hálózatokkal egyszer... A vonatok leálltak, úgyhogy ezzel nem kell akkor foglalkozni. Miért? Húzom ezt is, jó. Mi történt? Hát nincs, aki utazol rajta, mert hogy az emberek nem mennek sehová, de mert azért, mert itt állnak a... Jó, hát akkor... előtt. Jó, oké. Okay. Mi lenne, hogyha adnák nekik pénzt? Nem pénz kell nekik, van vasvillájuk, itt sorakoznak. Tulajdonképpen. Jó, ugyan, jó. Úgyhogy azt sem fog. Jó, oké. Okay. Jó. Nem baj. Húzza ki. Börtönbe tesszük őket. És elkezdjük az oktatással újra termelni a hiányzó foglalkozást. Hát a börtönre nem lesz, mert most ott pont van hely, mert a rabok kijöttek. Az őrök meg elmentek. Aha, csak hogy... Jó, nem baj. Hát a tanárok azok most úgy nem... Ők is itt vannak. Jó. És igazából én csak azért jöttem, mert én is megyek beállni közéjük, csak gondoltam azért szólok. Ezt a felmondó levelet megírjam gyorsan? Írja meg! Jó, figyelem, új jelenet! 3, 2, 1! Drágám, Baranya, Bajai köztársaság a legjobb hely. Költözzük oda! Nem. Imádni fogod. Benne van Pécs és Baja. Ennyi. Nincs munka lehetőség, de szuverén állam. Tudod, mi Monaco vagy Svájc? De ugyanaz. Nem unsz itt lakni. Ez egy új állam, új lehetőségekkel. Már 7 napja áll. Mi van történt? Drágám, ez a 8. hely, ahova költöztetsz az elmúlt 2 hétben. Miskolcról jöttünk. Szerintem annál nagyobb baj nem lehet. Nézd, mi a garancia arra, hogy végre el tudunk telepedni? Pécs és Baja? Királyhelyek! Voltál már ott? Baja, halfőző, Pécs. Zenészek, érted? Hát, hogy 180 zenekaruk van. Már nem hiába jöttünk ide, na. Nézd! Én ebben most tényleg nagy jövőt látok. Tudom, az előbbi 8 helyről is ezt mondtam, de ez most más lesz. Lehetne ilyen támogatást is felvenni gyerekekre? Ennek még nincs neve, de majd lehet, hogy egyszer csuknak fogják csukni. És ez úgy falu is, tudod? Falu is, meg nem is, környék, szőlő, van bor. Mi kell? Halászlé? Iskola? Akad. Hány? Sok. Hány? 17. Tudom, nem annyi, mint Debrecenben, amikor voltunk, de... Szabad intézményválasztás? Mi? Szabad intézményválasztás, vagy körzeti beiskolázás? Körzeti? Annyi, hogy ugye még, tehát, hogy most nincs alkotmány, de hogy azt így... Majd lesz valami. Nem sajtófüggetlenség? Mi lesz a következő, drágám, hogy a nők is függetlenek legyenek? Azért most már... Nem várhatsz el mindent egy tök új államtól. Viszont vannak... Abszolút minimumot várom el. Munkahely. Biztonság. Ezek nem fontosak. Kommunikációs kapcsolatok. Az nincs, de van kommunizmus. Aki új jelenetet kérünk, akár maradhat is abból. 3-2. Az ilyen fogadásokon fogalmam sincs, hogy miről beszélgessek. Hát nem a munkádról. Nem azért jöttünk. Jó, de hogy most... Én csak simán azt akarom, hogy fizessék meg azt, hogy... aláírtátok azt a papírt. Ja. De tényleg
tudtátok megbeszélni. Csak ezt a kis részt hozzánk csatolják. Nem, én akartam, de... De olyan... Jaj... Szerinted észreveszik? Aláírtam, de azért meg egész... Még ott maradtunk. Páron. De miért csináltad ezt? Nem akartam elmenni. Olyan kis picike hely volt. Gondoltam, senki se veszi észre. Nézd. Szerintem ki fognak rúgni, Diana. Ki fognak rúgni az egészért. Megígértem, hogy a miénk lesz Pécs. Diana, ez több, mint valószínű. De most már kihirdették, hogy hol vannak a határok, meg minden, most jönni fognak. Nem tudom, hogy csináljak, Diana. Meg fogják tudni. Persze, hogy meg fogják tudni! Oda fognak vinni mindenkit, és engem kirúgnak! Oh, nem is értem, mi jutott az eszembe! Jaj! Elnézést, bocsánat az a varázsért, csak épp most húzom meg az új demarkációs vonalat. Hogyha itt maradnak, akkor még pont magyarok lesznek, hogyha... De még lehet váltani, tehát még nem festettem fel, ugye? Csak hogy gyorsan kéne ezt meghozni, nem egy picit is kések. De? Jó van, akkor... Nem tudom, maradok, nem tudom. Oké, én nem. Jó, figyelem! Még van egy pici időnk, egy vagy két jelenet belefér, szóval figyelem, 3, 2, 1. Megparancsolom, hogy fogdlad le a síromat! Tizedes! Nem. Mondd még egyszer, hogyha mered! Nem. Föltös! Igen. Nem akarja lefoglalni a síromat. Okot akar szerezni talán magának, hogy maga kerüljön a sírba? Nem. Pimasz. Mi folyik itt? Tizedes egy picit nagyra van magával. Nem. Ez mit jelentsen? Nem. Ilyenkor mi van? Szerintem... Ne akarja, hogy olyat tegyek, amit nem szoktam! Nem. Hogyha nem fejezi be ezt a röhelyes viselkedést, én esküszöm, hogy... Írok egy levelet, és elküldöm! Nem. És akkor egy 3 hónapon belül jön a válasz, levél. Nem jön. Értse meg, hogy... Egyszerűen ez elfogadhatatlan! Jelentést fogok tenni! Jelentést fogunk tenni! Igen! Nem. De! 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 Nem! Hát nem hiszem el! Nem. Nem, ez nem. Hát végül is. De figyeljem! Ne akarja azt, hogy olyat tegyünk, amit még soha nem tettünk! Nagyon nagy... problémában lesz, hogyha nem csinálja azt, amit mondunk. Most el fogunk menni? Igen, és nem. Elmondjuk mindenkinek. Nem. De. Nem. Igen. Nem. Mi? Nem. 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 Jó, akkor ne csinálja. Nem tudom, mit csinálja. Jó! Oké, figyelj, utolsó jelenet, hölgyek és urak! Számoljuk vissza utoljára! 3, 2, 1! Impro! Valakit szeretnék.
hatodik van ma. Igen. Szerencsék van, látunk egy kis napfény. Te miért vagy itt? Hát a Szenet Szenért program miatt. Ja. Én csak simán akartam, hogy kifizessenek, mert a pénzt, amit adtak, az így nem elfogadott. Mivel próbáltak lekenyerezni? Semmivel, börtönbezártak. Ja. Legjobb. És amúgy hiszel a sztrájkban? Hát figyelj! Most már lehet, hogy... Talán. Nem tudom, még csak 6 napja vagyunk itt. Az egész egy... szar. És te hiszel a sztrájkban? Nem tudok nem hinni. Itt mondtam, hogy milyen szép. Uh-huh. Kinyitja az ablakot? Ma kinyitja az ablakot? Jó, ma kinyitom az ablakot. Hát nem gyönyörű. Mikor látott ilyet utoljára? Hogy áll a sztrájk egyébként, ha már így beszélgetünk? Van változás? Egész jól áll. Úgy tűnik, hogy véget ér ez a hatacáré. Tényleg? 6 nap alatt? Jó hírem van, bizony nektek, az üres házba végre hazamehettek. Igen, tudtam! Volt értelme 6 napig itt senyvedni, bizony. Már nem titok. Lépjen meg közé. Mondja azt, hogy itt van, és örökre velünk tart. Hát jól van. Nem tudom, hogy mibe léptem be éppen. A szabadok földje tulajdonképpen. A mondó vagyok, hogy térjünk ki a fényre. Az ablakban több napfájhéj, úgyse fér be. Na végre! Ki a fényre? Ki a fényre? Hölgyeim és uraim, nagy tapsot szeretnék kérni az Improvokált Társulatnak! Valami! Kövér András, Kövinek egy hatalmas a tapsot, gyere, Kövi, gyere! Jó, szóval a mai napon a színpadon, illetve a beszélgető partnerem volt Kövi, nagy tapsot! Szaszti a színtinél! Bálintnak egy nagy tapsot! Lucának, Panninak, Gerinek,
Sancia Pindér, Lina Beengedés, Misi Lencse, valamint Valérnak és a Szabad kikötőnek egy nagyon-nagyon nagy tanszat szeretnék kérni. Én pedig Hosszú Norbert voltam. És nagyon fontos az, hogy egyrészt a kövi oldalát, most akkor nem tudom pontosan mi a neve. Most teljes szívből Pécs. Teljes szívből Pécs. Lájkoljátok, menjetek vele, nagyon fontos és tök jó infókat mond. A Fanni egyébként volt már ezen a túrán. Elaliért, én már tudom mi az a lodzsa, és nagyon-nagyon király. Nektek is el fogja mondani, ha nem tudnátok. De nagyon fontos, hogy nyilván vegyetek részt ilyen programokon, valamint nyilvánvalóan gyertek el az Improvokált Társulat előadásaira, minket is lájkoljatok meg egyebek, és hogyha van olyan pillanat, ami nagyon tetszett a mai napon, vagy esetleg nem tetszett, kritika vagy bármi, akkor kifelé menet a vendégkönyvben mindenképpen írjátok meg, és egyébként vannak táskáink, meg ajándékkuponjaink, meg mindenféle, szóval azt is tudtok vásárolni, hogyha szeretnétek. Mi nagyon-nagyon szép estét szeretnénk kívánni nektek, jó, hogy itt voltatok, két hét múlva találkozunk akkor egy más jellegű előadással, de kövessetek minket mindenhol, és akkor ezt látni fogjátok. Végezetül pedig szeretnénk kérni a Misitől egy közös képecskét. Igen, van mindenféle nekünk, oké? Okay? Jó? És akkor gondoljatok arra a jelenetre, ami a legjobban tetszett a mai nap olyan. Sanci, ott még van két kapcsoló, csak nyújjál be jobban. Pornofilm, mert cím. Oké, okay, gyertek. Oké, okay, gyere Kövi, te is. A családod körébe. Jó, igen, oké, okay, jó lesz. Na figyelem. Jó, köszönjük szépen! Sziasztok, szép estét kívánunk!